Sziasztok, kedves barátaim! Válaszolok a következő kérdésre. Nem rég volt téma, ahol sok kommentet is írtátok, és ott is válaszoltam, ahol a szelemek, finom fizikai test, durva fizikai test, erről beszéltünk, és Pap Gabriela kérdezi, hogy hogy lehet az, hogy a finom fizikai test ugyanúgy néz ki, mint a durva fizikai testünk. Következőképpen működik, hogy ezért a finom fizikai test néz ki így, ahogy a durva fizikai test, mert az egész fordítva van. Mert amikor mi most élünk és cselekszünk ebbe az életbe, most formálódik a finom fizikai testünk, hogyan fogok kinézni következő születéskor. És halál pillanatban már megvan a formája az arcnak, a kezemnek, ujjlenyomatnak, milyen színű szemem lesz, minden egyes milliméter, mikron a szervezetünk, a testünk, az arcunkon, az már meg lesz a halál pillanatában. Szóval ezt a formát veszi át majd minden fizikai test, ez egy magba benne van, tömörített fájlba, és amikor anya méhébe kerül, akkor a finom fizikai testre épül a durva fizikai test. Szóval mi azért kinézünk így, mert így néz ki a finom fizikai test. Mert ez a karmánk. Ezért, amikor valaki meghal, és kilép, szellem lesz belőle, van finom fizikai testben, szanszkritul búta, kilép, akkor sokszor ugyanúgy néz ki, mint voltam ebbe testbe, ebbe az életbe. Így működik. Második kérdés, hogy mi történik a finom fizikai testtel, amikor valaki felszabadult, megtisztul a karmától, és visszamegy lelki világba Istenhez. Az történik, hogy amikor valaki lelki gyakorlatokat gyakorol, akkor ez a finom fizikai test, az tisztul és nő belőle, átalakul, mondjuk így, tisztulás által, és lesz az embernek lelki testje. Ez ugyanolyan, mint itt anyagi világban nekünk van finom fizikai test, durva test, lelki világban mindenkinek egy test van csak, és az a lelki test. És amikor megtisztul az ego, az elma és az intelligenciája, akkor ez lelki testévé fog válni, és akkor ember megy vissza a lelki világba, lelki testben. És a harmadik kérdés arról szólt, hogy a léleknek van születése és halála? Nem. Nincsen, a lélek sose születik meg, sose hal meg. Azért azt mondják, hogy ágya, hogy megszületetetlen. Ugye a Bhagavad Gita-nak, amikor kezdődik a tanításai, a filozófiai tanítás, első mantra erről pont tanít. Köszönöm szépen! Írjátok a kommenteket, mit hallottatok róla ti, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, és majd nem sokára folytatjuk. Hare Krishna!